Sziasztok! Üdvözöllek benneteket Ben is sorozatomnak a hatodik részében. Sőt, hát köszönhetnék úgy is, hogy üdv rád és háza népére, te jó szántóvető, akit Rogéliotnak hívnak, vagy Rogéliotnak, aki a franciásan szereti, az Rogéliot, aki pedig angolosan az Rogélio, és vagy valami ilyesmi. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy Ben is leszünk gőzerővel, mert látom, hogy tetszik a sorozat. Elég szépen szaporodik a nézettség szám, és ennek kifejezetten örülök. Jó látni, hogy van a befektetett munkának gyümölcse. Úgyhogy ha tényleg tetszik, akkor meg is tehetitek akár, hogy másoknak is ajánljátok, hogy hú, hallod, nézd már, ennek a Hullandernek tök jó videói vannak, Ben is tett csinál, és próbált ki ezt a játékot, és ez ilyen tutoriálszerűségeket csinál, aztán nézed gőzerővel, mert az nagyon jó, majd iratkozz fel a csatornára. Szóval valami ilyesmiket mondhattok a barátaitoknak, csak máshogy megfogalmazva, illetve nem ilyen hülye hangsúlyjal, illetve hangnemben beszélve, mert akkor egy kicsit viccesnek tartanának titeket. Illetve bolondnak is főleg. Na, de teljesen mindegy. Így a rész előtt nézegettem egyébként a dolgokat, és találtam egy-kettő érdekes jelenséget a játékban. Ugyanis az előző részt ott hagytuk abba, hogy megépítettem itt fönt északon a vadászházat, munkába állítottam rajta 3 vadászt, a gyűjtögető kuckot is kimaxoltam, az emberkéket benne, tehát a munkásokat, illetve ezt a erdészházat is felépítettem. Ide 4 ember fog majd kelleni. Egyelőre még nem tudom, hogy honnan és hogy fogom átcsoportosítani ide az embereket, de egyelőre 0%-ig van kész, tehát még annyira nem is égető probléma jelenleg. Tehát itt északon elkészült egy ilyen gyűjtögető bázis, ellátmányos bázis, és úgy döntöttem, hogy ide keletre ki kellene húzódni, errefele fogom tovább terjeszteni a falut, majd későbbiekben pedig itt délen a folyó mellett kellene további építkezéseket folytatni. Na már most ígértem, hogy érdekességeket fogok mutatni, hát azt hiszem, igen, ők azok. Kelle és Scarlett, az egyik 23 éves, a másik 14 éves, és együtt laknak. Tehát jó van, végül is ők tudják. A másik pedig azt hiszem, hogy ebben a házban lakik. Igen, ebben a házban lakik, őt Holdnak hívják. Kerestem, hogy kit lehetne, vagy hogy ki tudna ide még beköltözni, de igazából se csillagokat, se napot, se senkit nem találtam, úgyhogy nem is csodálkozom azon, hogy egyedül él. A harmadik pedig ez. Ferris. Erről azt kell tudni, hogy van nekem egy nézőm, akit Ferrisnek neveznek, H nélkül. Tehát Ferris, lehet, hogy te most itt élsz benne, és onnan valahonnan bentről, valamelyik ablak mögül most nevetsz, és valahol ott van a számítógéped, és onnan leskelőd, vagy nézed ezt a YouTube videót, azért van elsötétítve az ablak. Na, úgyhogy ja. Mit tervezek erre a részre? Első lépésben fel szeretném építeni ezt a erdészházat, úgyhogy ez érdekben el is indítom a időnek a folyamát. És hogyha felépül ez az erdészház, akkor megnéznénk, hogy tényleg hogyan lehet embereket átcsoportosítani. Itt pedig egy kicsit elszúrtam az útnak az építését, mindjárt megnézem, hogy mit nyafognak. Ide most lerakok szerintem egy ilyen kis platszerűséget. Így egy ilyen kis tér. Mi a probléma? Kevés az eszköz. Aha. Az viszont gáz. Úgy működik a dolog, illetve azt kell tudni, hogy az emberek milyen meglepő eszközöket használnak ahhoz, hogy például fát vágjanak. Nem fogják, mondjuk aki látta a gyaloggalopot, nem fogják heringgel vágni a fát. Illetve kézzel, mint a Minecraftban, vagyis én úgy gondolom, hogy kivágják kézzel, de sokkal lassabb időbe telik, milyen meglepő, mint hogyha eszközöket használnának, illetve az építkezés, és minden egyéb sokkal lassabban megy végbe eszközök nélkül, mint azokkal. Eszközöket gyártani nem lehet másként, mint építeni kell egy kovácsműhelyet. A kovácsműhely viszont egyrésztről fába kerül, ami nekünk nincs sok, illetve
vasat használ fel. Tehát a vasat pedig bányából tudjuk szerezni, ami szintén fába kerül, de ami a legrosszabb munkaerőbe. És mi nem állunk most olyan bőségesen munkaerőből, ebben a pillanatban felnőtt egy gyerek, és elkészítették a vadászházat, jó? Erdésznek a házát, úgyhogy most lett fölöslegesen 4 munkaerő, úgyhogy őket, közülük 2-t átrakok a ide, az erdészetbe, és a másik 2-vel pedig nem tudok mit csinálni, muszáj elkezdeni bányát építeni. Ahogy már mondtam, illetve mutattam, a bányát azt így bele kell építeni a hegynek az oldalába, és én úgy gondolom, hogy a bánya az itt lesz. Méghozzá azért lesz itt, mert az előző részben mondtam, hogy lehet, hogy el kellene rakni ide, azonban nagyon-nagyon messze van, és most már, hogyha megnézitek, elég sok ember van, pontosan 4 ember van eszköz nélkül, tehát egy viszonylag égető probléma, úgyhogy muszáj lerakom a bányát, ez itt közel is van, és húzok majd így szépen egy utat, amennyiben itt lehet éjszakon a parton húzni egy utat. Jó, húzzak így egy utat, illetve ide pedig lerakok egy kis lerakatot, hogy ide már tudják is kidobálni a elkészült, vagyis hát a kibányászott anyagokat. És akartam még valamit mondani. Ja igen, azt akartam mondani, hogy láthatjátok, hogy például kevés a fa, de láthatjátok, hogy például, hogyha ezt a közös raktárhelyiséget leszeretném rakni, akkor ez 48 fába és 16 kőbe kerül. Ezt le tudom úgy is tenni, hogy nincsen meg a 48 fám, látható, hogy 0 fa van, amit most orvosolni is fogunk. Igen. Tehát le tudom úgy rakni, ennek az az egy hátránya van, hogy sokkal lassabban fog megépülni a dolog, pontosabban akkor fog megépülni az épület, amikor lesz annyi fa. Tehát ilyen egyszerű a dolog, meg kell várni, sok stratégiai játékkal ellentétben ettől függetlenül engedi lerakni a dolgokat. Sőt, követ is bányászni kell, úgyhogy most a... általános munkavégzési embereimnek lesz feladatuk, sőt, amíg nem készül el az, nem indul el az építkezés, addig a másik építészemet is ráállítom a favágásra, hogy csinálják, csak szépen a fűrészmalomnak a kapacitása továbbra is le van véve 100-ra, és most már 7-en vannak eszközök nélkül. Ajjajjajjajjajjajj. Nicht gut, az nagyon nem jó. A fákat jó van, szépen hurcikolják vissza, itt pedig gyűlik a fa, ami teljesen jó, és akkor rá is állítom őket, hogy szedjenek követ is. Igen, építhetnék kőbányát, mert van rá lehetőség, és akkor nem kell ezeket a felszíni kőforrásokat kiaknázni, azonban a kőbánya az nagyon sok munkaerőt igényel, hát pontosan 15-öt. Szám szerint, hogy kimaxoljuk, és ehhez jön még hozzá az is, hogy mit akartam mondani? Nem tudom. Tehát az a lényeg, hogy 15 embert igénye. Ja igen, és az jön hozzá, hogy nagyon sok szerszámot emész fel, és hát nem állunk a szerszámnak a magaslatán, valljuk be. Igen, amíg itt elfelejtettem, hogy miről akartam beszélni, addig azon gondolkoztam, hogy rárakok 2 ilyen általános munkavégzési embert az erdészkedésre. Méghozzá azért, mert most a 4 parasztom az átállt általános munkavégzésre, tehát valójában 3 általános plusz a 4 paraszt, tehát összesen 7-en bányásszák itt nekünk a köveket, meg egyéb feladatokat végeznek el, és nincsen elég kő. Jó, akkor még szedjétek ki ezeket is itt a szarvasoktól. Reméljük, a szarvasok nem bánják, végül is nem kőevőek. Kőevőek, igen, tehát nem kőevők, úgyhogy minden rendben lesz. És nem sokára viszont akkor már állíthatom is rá az embereket a építkezésre, és növekedett egy kicsit az átlagos élettartamú, kevés a kő, tudom, hogy kevés a kő, nyugalom. Jó,
és akkor mondjuk hárman építsétek is. Igen, egyébként vicces, hogy egy bánya, hogy fölépüljön, először egy kisebb hegyet kell ide hordani, és akkor majd biztos ezt a kisebb hegyet fogják visszabányászni, és akkor majd elcsekednek, hogy mi teljesítettünk, elhordtuk azt, amit ide pakoltunk, és most már sokkal több lett. Na, kő és tűzifa. Tűzifa is. És még, ja, már késő tél van, jó van, hát akkor át is visszettük a telet. Volt hó? Én nem láttam, hogy lett volna hó egyébként. Egyébként már 10 gyerek van, ami nem rossz, illetve 23 felnőtt, jó van, szépen szaporodunk, megérte ezeket a kis házakat lerakni. Így egy kicsit jobb, mert több munkaerőnk van. Remélem, hogy majd hosszabb távon helyre tud állni a gazdaság. Nézzük, csak 58 fát termeltek ki a erdészeink az előző évszakban. És kevés a tűzifa, de hagyjuk. És már 14 ember van a 23-ból eszköz nélkül, ami viszont tényleg nagyon-nagyon-nagyon nem jó. Úgyhogy az építészek, amint befejezték itt az építkezést, ami nem sokára végbe is fog menni, azonnal rá fogom őket állítani a vasbányászatra. Jó idő, állj! Mindenki leróla, és miner. Láthatjátok, hogy a bányász, tehát nem a bányásznak, hanem a bányának is 15 a maximális létszáma, pont úgy, mint ahogy a kőfejtőnek, és egyébként nem értem, hogy miért nem bányászom ki azokat a vasakat onnan. Hogyha már itt vannak szó szerint az útban, akkor már eltakarítom őket. Bár ez itt a grafika, a gravitáció törvényeit meghazudtolva lebeg, sőt, akkor erről már ne is mondjunk egy szót se, aki tényleg abszolút lebeg. Jó, egyébként elég hangulatos kis játék most, ahogy így nézzetek meg, bezumolunk, és teljesen egy ilyen kis középkori falu hangulata van neki itt ezzel a folyóval, a fahíddal, a vadállatokkal, a természetesen a lebegő vas, nyers vasércekkel. Még igaz, hogy egy kicsit skifi dolgot is hoznak benne, de hát a piramisokat is az UFO-k építették, nem? Úgyhogy, ja, egyébként nem. Vagy így a saját kérdésemet, saját felvetésemet megválaszolja, amit pedig rengeteg vas van. De ezzel mi most valami keveset foglalkozunk. Lassan meg lesz a 100 fa, tűzifa, és akkor szépen leállítom a... A fatelepet, fűrészmalmot, igen, leállítom az emberkét róla, és mehet is szépen vasat bányászni. Jól van. Jól van, és megnézzük, hogy mennyibe kerül egy kovács műhely. 32 fába az van, 55 kőbe az van, illetve 165 vasba. Miért bányászok én vasat, mikor 165 darab ilyenem van? Fogalmam nincsen, valószínűleg rosszat néztem. Nem probléma, blacksmith, mondjuk lerakom. Ide tegyem? Leteszem ide. Jó, akkor viszont gyűlik szépen a vas, ami teljesen jó, és hogyha jól látom, akkor ismételtem felnőtt kettő ember, akit rárakok az építészetre, és ők akkor szépen elkezdik itt építeni a kovács műhelyet, és akkor remélhetőleg, mivel béna voltam és elnéztem a dolgokat, elég nagy előnyben vagyunk vas tekintetében, remélhetőleg a kovács pedig szépen el fogja majd tudni használni a nyersanyagokat. Kora ősz van, ami azt jelenti, hogy rárakok egy embert, tehát visszahelyezem a fűrészmalomba az emberkét, és az dolgozgathat szépen. Itt pedig lassan fel fog épülni a kovács műhely. Jó, kajánk az van, hál' Istennek, a legégetőbb szükségletünk megvan, és megint fölment a szívünk egy féllel, tehát ismételten egészségesek az emberek, anélkül, hogy lehelyeztem volna akár csak egy ilyen füves emberkének a bázisát. Jó, nézzük, hogy hány vasat termelnek, hát jelenleg 3-at, az nem valami combos. És egyébként nem értem, hogy miért nem ide pakolják, oda pakolják, akkor egy szavam sincs.
Kő, jó, kőre van szükségünk. Idő állj, kit vonjunk el azért, hogy legyen kövünk. Ja, késő ősz van, késő ősz van, akkor viszont szépen a parasztjaink elkezdenek követ kitermelni, és mondjuk erről a területről így. Ezzel ugye az a jó, hogy én erre a területre szeretnék majd tovább terjeszkedni, amennyiben ez a kis csücsök megtelik, tehát lényegében már magamnak dolgozok egy picikét előre. Illetve láthatjátok, hogyha kiírtjátok így puszta kézzel, mármint most én így puszta kézzel, de egyébként, hogyha nem az erdély szírtja ki a fákat, hanem a embereid így simán baltával kiszedik, akkor szépen lassan visszanő az erdő, azonban sokkal lassabban, mint hogyha az erdészek visszaültetnék. Egyébként nézzétek meg, ez itt egy szarvas. Ez itt egy gomba. Tehát a gomba az szerintem körülbelül fölér a szarvasnak a hátáig, de na mindegy, ilyenek az arányok a játékban, illetve hát látni egy-kettő vicces szituációt még, például, hogy ez a gyerek itt 2 éves. Hát én egy 2 éves gyereket nem ilyennek képzelnék el, de hát ők tudják. Ők tudják, végül is 19-en vannak szerszámok nélkül. És hol van már, még 5 kő kell, és akkor kész is lesz a kovács, és megoldjuk. Na! Forrest a halász megfulladt. Hát, gratulálok, barátom, ügyes vagy. Azonban úgy látom, hogy nem ért bennünket különösebben nagy veszteség, mert ugyanúgy maradt 4 ember a halászaton. Lehet, hogy feltámadt, vagy nem tudom. De azonban viszont, hogyha vannak halottaink, akkor nem ártana egy temetőnek a lehelyezése, ami a szolgáltatások között van, és hova tegyünk egy temetőt? Teszek egy temetőt. Valóban olyan helyre kellene tenni, ahol nincsen útban egyáltalán. Szerintem ide a folyónak a... Végül is ide a folyónak a túlsó felére nem nagyon gondolom, hogy én terjeszkedni szeretnék. Legalábbis egyenlőre. És akkor mondjuk lerakom ide... Így. Jó, azon a területen lesz akkor itt egy temető. Ja, és 40 kő kell a temetőhöz. Ez az. Nem probléma. A temetőt lehelyezni azért jó, mert az embereidnek itt látszódik az átlagos boldogság. Ezek a csillagok. Na most a halottak miatt szomorúak lesznek, de hogyha kipakolják őket a temetőbe, és nem látják már a halottakat, akkor sokkal kevésbé lesznek szomorúak. És kevés a tűzifa, milyen meglepő, nem probléma, és még mindig 4-en dolgoznak a halászatban, tehát én igazából fogalmam nincs, hogy halt meg az az ember, hogyha még gyakorlatilag még mindig dolgozik, de ő tudja. Természetesen engem nem zavar egyáltalán a szituáció, és most már 25-en vagyunk, és 15 gyerek, ami teljesen jó. Illetve 11 gyerek, ami teljesen jó, remélhetőleg nem sokára ők is felnőnek, és részt tudnak venni a munkálatokban. Nem sokára elkészül a kovács műhely is, és a temető pedig hogy áll? A temetőhöz pedig kellene egy kicsi, icipicike kis kő még, és azt az icike-picike kis követ, azt innen fogom elvenni, mert tényleg csak egy kevés kell, és annyit szerintem ott el is pusztíthatunk. Nem fog igazából zavarni senkit. Van 124 fa. Egyelőre úgy néz ki, hogy az erdész egész szépen el tudja látni az igényeinket. Mondjuk 142. Hát lehet, hogy tényleg lehet azonban, hogy lerakok még egyet. De ahhoz még egy kicsit népességszámban erősödni kellene, mert még annyira nem állunk igazából a helyzetnek a magaslatán. Nekem viszont azonnal le fog járni a felvételnek az ideje, úgyhogy megvárjuk, amíg elkészül ez a kovácsműhely, berakunk valakit kovácsnak, és hát akkor majd a következő epizódban megtudjuk, hogy sikerül-e ezt a eszközhiányt megoldani.
felülkerekedni rajta, a kovács pedig nem található máshol, mint itt. Jó, egyébként azt kell még tudni, hogy a kovácsnál, úgy, ahogy a bányánál is, el lehet dönteni, például a bányánál, hogy mit bányászatok. Lehet egyrésztről vasat, illetve lehet szenet. A kovácsnál is lehet vaseszközöket, illetve acéleszközöket. A vaseszközökhez fa kell, és vas, az acéleszközökhez pedig fa kell, és természetesen acél, ami értelemszerűen vasból és szénből tevődik össze. Az acéleszközök sokkal tartósabbak, a vaseszközök pedig kevesebb nyersanyagot igényelnek, úgyhogy én vaseszközöket fogok gyártani. És láthatjátok is bizonyításképpen, amit mondtam, ezt a területet korábban szinte teljesen leírtottam, és ezek a kis facsemeték megnőttek, és most már nagy fák lettek belőlük, úgyhogy működik a természet továbbra is, és akkor a kovács pedig szépen elég gyorsan kezdjél el neki látni termeszteni, és ez itt micsoda? A kovács az előző évszakban 56 tököt termelt. Aha. Aha, és akkor a tökföld meg szerszámokat? Nem, a tökföld 416 tököt termelt, a gabonaföld 496-ot, a kovács pedig 56 tököt. Hát jó, akkor elrontottuk, mert a kovács az tököt termel, lehet, hogy itt, hogyha lejjebb görgetnénk, akkor látnánk, hogy van itt tök is. Jó, akkor a első bug megvan a játékban, amit találtam. Úgyhogy hurrá, ezen is túl vagyunk, de túl vagyunk ezen a részen is, remélem, hogy tetszett, hogyha tetszett, akkor ahogy a résznek az elején is mondtam, ajánljátok másoknak a részeket, illetve az egész csatornát, valamint iratkozzatok fel, nézzétek meg a következő részt, az előző részt és a játszási listát, valamint vessetek egy pillantást a Skyrim és a World of Tanks sorozatra is. És akkor a következő részben találkozunk, remélhetőleg, ahogy mondtam, az eszközproblémák megoldódnak, halálozási gondjaink, illetve a halottaknak az elhelyezése megoldódik, és várlak benneteket akkor is, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!